A mozi látogatók jegyét kezeli Dávid. Közösségi szolgálatának óráig tölti az Agora Szavária filmszínházban. Mindig is vonzott a mozi, mint közeg, és itt tényleg egy rugalmas, felszabadult közösségben telt a munka. Ugyanakkor nem szerettem volna egy monoton munkát végezni, mint önkéntes munkát, és itt tényleg minden nap változatos volt, minden nap találtam új kihívást. A mozi a kezdetektől lehetőséget biztosít a középiskolásoknak az érettségi feltételéül szabott önkéntes munkára. Szükség van rájuk a beengedésnél, érkezelésnél, a 3D szemüvegek karbantartásánál, ezt a munkát kiválóan elvégzik. Sőt, vannak olyan diákok, akikre azóta számítunk, mint rendes fizetett diákmunkások is, és szeretnénk utánpótlást is kínálni belőlük, tehát aki szakmailag alkalmas arra, abból elképzelhető, hogy akár gépészek is válhatnak, vagy főállású érkezelők. Az Egyházmegyei Karitász nyári nardai táborában is sok az önkéntes fiatal. Ők a kisebb gyerekekre felügyelnek, vagy éppen együtt játszanak velük. Az érettségihez kell, és 50 órát kell összegyűjteni 3 év alatt, és így legalább így több ismeretet szerzünk. Idén érettségiztek azok a diákok, akiknek elsőként kellett igazolniuk a vizsga megkezdése előtt, hogy teljesítették a közösségi szolgálatot. Vas megyében minden érettségiző rendelkezett az igazolással. Olyan döntéshelyzetekbe kerültek sok esetben, ahol bizony nem volt könnyű dönteni, de nekik kellett önállóan dönteni, és nem volt mellettük pedagógus kolléga, nem volt mellettük szülő, néha még egy haver, egy barát sem. A másik pedig, hogy ami nagyon fontos a számukra, hogy komoly kommunikációs helyzetekbe kerültek. A diákok a Vasi Közösségi Szolgálat honlapján tájékozódhatnak az időszerű közösségi munka lehetőségekről, a fogadó intézményekről. A legfrissebb ajánlatok között ivóvízosztás, kerékpár regisztráció, illetve a Sárkányhajó Fesztivál körüli teendők szerepelnek.